Sziasztok! Ebben a videóban itt van velem Eszti, a húgom, és ez most a harmadik része lesz a vegán videósorozatunknak. Szóval azt kell rólunk tudni, hogy egyrészt együtt élünk, együtt szoktunk bevásárolni, szóval erre a videóra úgy gondoltam, hogy tökéletes az, hogyha együtt beszélünk a dolgokról, amiket akarunk mondani. Illetve már ő is növényi étrenden él, mint én ugyebár 5 éve, te pedig 3? Nagyjából 3. 3. Úgyhogy összeírtunk egy hosszú listát, és a mai videóban azokról lesz szó, hogy általában miket szoktunk bevásárolni. Ezek a termékek mind olyanok lesznek, amik egyébként árértékrányban nagyon megérik, és teljesen pénztárcabarát dolgokról van szó, szóval mind a kettőnknek belefér a költségvetésébe. Illetve lesz arról is szó, hogy mik azok a vegán termékek, amik miatt az emberek azt gondolják, hogy ez sokkal drágább ez az életforma. És aztán áttérünk azokra a termékekre is, amikről nem is gondolná az ember, de nem vegánok. Mert általában amiket venni szoktunk, azt szerintem nem meglepő, hogy zöldségek. Ennek mindenféle formája, szóval legyen szó salátáról, borkaparadicsom, ez szerintem így eléggé átlagos. Viszont vannak olyan zöldségek, amiket kifejezetten olcsón tudunk megvásárolni, például répa, karfiol, brokkoli, és ezek nagyon sokáig elállnak a hűtőnkben, és nagyon sokféle étel tudunk belőle készíteni. Talán még a cukinit is ide sorolnám, szóval ezek mind fogyaszthatóak. A krumplit is, igen. Nem mindegyik fogyasztható mondjuk nyersen, de általában nagyon jó kis főzeléket, levest, különböző grillezett ételeket szoktunk belőle készíteni. És ja, igazából azért szeretjük ezeket megvásárolni, mert hogyha például egy brokkoli van, akkor az kettőnknek is bőven jut belőle, és nem olyan, mint mondjuk egy paradicsom. És ezek mellé pedig még rizstésztát, kinoát, vagy kuszkusz szoktunk venni, mert az igazából szerintem ezek se drágák, és nagyon sok van egy dobozban, úgyhogy ezek is nagyon sokáig elállnak, nagyon sokáig kitartanak, és ez egy komplett étel, választunk egy zöldséget, elkészítjük, mellé csinálunk valamit, és kész egy meg a rizs, akár, meg teljes kiörlési tészta, vagy ilyen zöldség alapú tészta, ami lencse alapú, azt is szoktuk néha. És hogyha egy komplett tálat rakunk össze, akkor általában található rajta tofu, ami azért szuper, mert az Aldiban például nagyon jó áron lehet megvásárolni, szóval korábban a tofu is nagyon drága volt, és most meg már ilyen 300 forint kb. Egy csomag, és akkor van belőle ilyen füstölt, meg marinált, meg egy csomó fajta. És azt ugye szokták mondani, hogy vegánként a szójafogyasztásra kell figyelni, hogy ne ess túlzásba, de én úgy gondolom, hogy ha arra az ember odafigyel, hogy mondjuk ne szójatejet vegyen mindig, hanem néha mandulát, rizst vagy ilyesmi, akkor alapvetően belefér az, hogy nem tudom hányszor a héten egyél valamennyi tofut. Szóval mi erre szerintem tökre odafigyelünk, hogy nem szoktunk napi 3-szor és minden egyes nap tofúval elkészíteni dolgokat. És ha már a növényi tejeknél tartunk, akkor ezt is meg lehet venni olcsón, mivel mi az Aldiban szoktuk venni, ahol 400 forint körül van az összes fajta növényi tej, a zabtej, a rizstej és a mandulatejet szoktuk venni, és ezek, ha jól tudom, akkor cukormentesek is. Igen. Meg alapból mi csak a kávénkba szoktuk tenni, szóval azért is jó, meg azért sem költünk nagyon sokat tejre, mert a kávén kívül nem is rakjuk semmibe. Igen. És ugye vegánként ugyanúgy megmaradt a kenyér, amit például bárki meg tud vásárolni, mi teljes kiörlésű kenyeret szoktunk általában venni, vagy konkrétan ilyen szeletelt kenyeret, vagy az ilyen pirítós kenyér, nem is tudom, ilyen toast kenyér. És akkor ezt néha lefagyasztjuk, mivel egy kiló kenyér az nem mindig fagy el nálunk nagyon gyorsan, szóval, hogy ne romoljon, meg leszoktuk fagyasztani, és akkor a pirítósra meg felolvasztjuk, amikor éppen enni akarjuk. De ezen kívül amúgy szoktunk akár puffasztott rizst, korpovit kekszet venni, még mi van, abonett. Igen, és a tortillalapot, na igen, azzal is nagyon jó ilyen wrapeket szoktunk csinálni, és akkor ugye megkenjük humusszal, mindenféle zöldség belemegy, és abból is nagyon jó kaját lehet csinálni, ha valaki ilyen kisebb szendvicsre vágyik, vagy olyan kajára, amit el tud magával vinni. Amit mi még venni szoktunk, az a leveles tészta, ami szerintem általában vegán, de azért mindig megéri elolvasni az összetevőket, mert sose lehet tudni. És ebből sós vagy édes ételeket is el lehet készíteni, szerintem 10-15 perc alatt a sütőben megsül, szóval nagyon gyors, egyszerű. Igen. És amikor például vendégek jönnek át, akkor nagyon sokszor ezzel szoktuk őket várni, mert akkor így csomó adagot el lehet készíteni. És a friss zöldségeink mellett mindig szokott a mélyhűtőnkben is lenni fagyasztott zöldség, illetve fagyasztott ételek, mert hogyha esetleg kevesebb időnk van, akkor ez sokkal egyszerűbb csak elővenni és elkészíteni. Persze nem annyira friss, mint hogyha a zöldségekből csinálnánk, de szerintem ezek is teljesen jó ételek szoktak lenni. Amit még nagyon szeretünk a mélyhűtött ételek közül, az az IKEA-s húsmentes húsgolyó. Igen. Ami egyébként nagyon jó árban van, és nagyon sokáig, majd hogy sok van benne, szóval elég sokáig kiszakadt nekünk ezt tartani. Meg gondoltam, hogy ezt idehozom, mert nem tudnám elmagyarázni, szóval ez egy amúgy Hamél márka neve. Ez egy vegetáriánus pástétom, és ez Spárban, meg ilyen kis ABC-kben, ilyen Family Shopban, meg mindenhol amúgy kapható. A normális húsos pástétomok mellett van kirakva.
És ez ugye az van rá, hogy egy vegetáriánus pástétom, de hogyha megnézitek az összetevőket, akkor nem tartalmaz egyébként semmi mást, ami ne lenne vegán. És ezt nagyon szeretjük így a szendvicsekre kenni, igen, tehát konkrétan szendvicsbe, csak azért nagyon jó, mert hihetetlenül olcsó. Szerintem egy pár viszonylag úgy nagy. Azt hiszem, hogy ilyen 200 forint, de néha leárazva még annyi sem. És akkor sokkal olcsóbb, mint mondjuk humuszt venni, hogy azt kend a kenyeredbe, vagy bármilyen más, mert az ilyen vegán krémek, azok indokolatlanul drágák tudnak lenni, miközben ez már így itt van. Néha szoktunk vegán sajtot is venni, amit azért nem minden héten vásárolunk be belőle, mert nem szoktuk olyan sokszor se enni. Meg azért ez nem is szerintem az olcsóbb bár kategória általában. Amit újonnan találtunk, ez a Lidőben egy márka, ami... Nem tudom már mi a neve. Jó, majd kiírom, hogy megtalálom. Igen. A nevét. És nekik van egy nagyon jó ilyen vegán trapista sajtjuk és tejfölük. Igen. Amiket most így... Az nagyon, mert nagyon jó árban vannak, és nagyon hasonló az íze amúgy. És szoktunk ugyanúgy, hát nem azt mondom, hogy nagyon ritkán, de hogy úgy két hetente egyszer mondjuk hús alternatívákat vásárolni. Ez is általában az Aldiban amúgy, mert ott vannak nagyon jó áron és nagyon jó, nagyon finomak. Ez az Aldis harudacska, vannak ott ilyen girosz hússzerű készítmények, van konkrétan ilyen csirkefalatoknak megfelelő vegán verzió, szóval ezek tök jók arra, hogyha kitaláljuk, hogy milyen ételt akarunk készíteni, és akkor akár a főzelékhez, akár csak új zöldségek mellé így lehet ezeket falatozni. És ezek is, én azt mondom, hogy jó áron vannak, mert amúgy nekünk ilyen közösen elosztva az étkezéshez teljesen jól, szóval én azt ajánlanám, hogy ha valamilyen ilyen műhúst ki akartok próbálni, akkor ezeket az Aldiban nézzétek meg. Van ez a fasírt por is, amit talán a bioboltban lehet beszerezni, ilyen... Azt hiszem ilyen zab az alapja, és ilyen fasírt por, annyi, hogy össze kell keverni forró vízzel, és aztán kisütni olajon, és ez is ilyen. Igen. Igen, az is nagyon jó. Amit, hogyha valaki esetleg szokta nézni a vegán videóimat, vagy régóta követ, akkor tudja, hogy én imádom a humuszt, és az az, ami nálam nem hiányozhat egy bevásárlás során, és soha nem hiányozhat a hűtőből. Ennek az egyik oka az, hogy amúgy is imádom a különböző humuszokat, egyébként a kedvencem az, ami az egyik az Aldiban kapható, másik pedig a Spárban szoktam venni, de lehet, hogy más helyeken is van. Snack formájában is szeretem enni, répával, korpovikekszel, uborkával, meg különböző ilyen zöldségekkel mártogatósként. Illetve, amit nagyon szeretek, az az, hogy egy salátaöntetet tudok elkészíteni belőle, és akkor erre is volt már olyan videó, amiben erről szó volt. De alapvetően csak így vízzel, szójaszószal esetleg, hogyha van nálatok otthon vegán majonéz, akkor még amúgy egy kicsit teszel bele egy ilyen kis kanálnyit, és akkor tök jó salátaszósz lesz belőle, és így teljesen fel lehet dobni egy sima egyszerű salátát. És nagyon sok vegán műzli szelet is van a boltokban, a Cerbunának is van rengeteg vegán műzli szelete. A DM-ben szoktunk mi venni még ilyen vegán protein szeletet, ezekre egyébként mindig rá van írva nagyban, hogy vegán, szóval könnyű megtalálni. Meg azok a Gouillon kekszek is nagyon jók, amik alapvetően az egy cukormentes márka. De ott nem az összes, szóval meg kell nézni az összetevők listáját, de ott van abból is, azt hiszem, hogy a nápoi például, ami cukor, vagy mi az, ami vegán. Igen. Összegyűjtöttünk pár dolgot arra, azzal kapcsolatban is, hogy miért hiszik sokan azt, hogy a vegán étkezés drágább. Ezek közül az első az talán az ilyen vegán hús alternatívák, joghurtok és tejfölök, amik tényleg drágábbak talán, mint hogyha rendes joghurtot vennénk. A hústál nem feltétlenül, de igen. De igazából szerintem valamennyire ez is attól függ, hogy mennyire tudja az ember megtalálni azokat a márkákat, amik olcsóbbak. Igen. Mert ugye például a növényi teljes példánál is maradva, szóval mindenki nagyban látja az Alpro termékeket, amik 800 forinttal kezdődnek, azt hiszem, a tejek ott. De helyett, hogyha csak így elmész máshova és megtaláld azt a tejet, ami neked tetszik fele annyiért, akkor már jó helyen vagy. És ugyanolyan jó és a minőséget. Igen. Szóval. Meg ugyanígy nagyon sokan úgy állnak hozzá, hogy a vegán, akkor ez biztosan avokádós salátát, meg avokádós tósztot teszik minden nap, ami egyáltalán nem igaz. Például nálunk nagyon ritkán van avokádó, mert ez kicsit mondjuk az én ilyen izém, hogy Mexikó után én egyáltalán nem élvezem az itthoni avokádót, szóval nagyon kemény, amit megvásárolsz, és aztán meg mire megpuhul addigra, konkrétan megromlik belül. És amúgy az íze sem ugyanolyan, most ez az én külön izém, de alapvetően amúgy is nagyon ritkán veszünk avokádót, mert hogy ugye drága. Szóval ahelyett, hogy avokádós tosztot csinálnánk, én azt mondanám, hogy amúgy azt is ilyen mondjuk 2-3 hetente veszünk egyet, vagy valahogy így. Hogyha valaki belegondol, hogy ilyen kis vegán fenszízések, mint mangó, meg ananász, most ezeket nem kell megvásárolni, mert nagyon jó magyar gyümölcsök vannak a piacon, meg ugyanígy magyar zöldségek is, amiket ugye az ember sokkal olcsóbban tud megtalálni, és ugyanolyan jó recepteket csinálni belőle, szóval csak ezen kell egy kicsit így
túllépni, vagy továbblépni, hogy egyáltalán nem kell nagyon fancy ételekre gondolni, csak azért, mert valaki vegán. Hát és meg a gyümölcsökkel is igazából azokat a gyümölcsöket kell venni, aminek a szezonja van, és akkor azok se lesznek túlárazva. Meg még egy dolog volt, amit kigyűjtöttünk, ezek pedig a vegán csokik és különböző sütemények, ezek is nagyon-nagyon drágák tudnak lenni, szóval egy tábla csoki csak azért, mert rá van írva, hogy vegán, és épp csoki az alapja, vagy nem tudom, meg ilyen random cuccok vannak benne, szóval hogy ezek miatt simán egy 1000 forintért adnak egy tábla csokit, és pedig amúgy csak egy sima épp csokit kellene megvenni, egyébként mondjuk 500 forintért. És ugyanígy a sütik, szóval hogyha egy olyan cukrászdába mész el, vagy étterembe, akkor ezek szintén magasabb áron lehetnek. És egyébként, áttérve az éttermekre, én azt nem tudom, hogy... Szóval szerintem nem annyira igaz az, hogy a vegán éttermek sokkal-sokkal drágábbak, mint az általános sima éttermek, mert amikor szerintem én régen elmentem mondjuk egy ilyen igazi hamburgerezőbe a barátaimmal, mármint ami nem volt egyetlen vegán hely, akkor ott ugyanannyiba kerültek a hamburgerek, mint egy vegán hamburger, szóval tudod, hogy így lehet, hogy ez az zavarja, aki úgy gondolja, hogy kevesebbet kellene fizetnie valamiért, mert nem tartalmaz húst, hanem vegán. De hogy az a vegán termék az meg olyan alapanyagokból készül, amik sokkal egészségesebb és biztosabbak, szóval nem tudom, én annyira nem tapasztalom azt, hogy a... Szerintem nincsen olyan nagyon érzékelhető különbség. Igen. Végül pedig kigyűjtettük azokat az ételeket, amikre oda kell figyelni, mert lehet, hogy azt gondolnánk, hogy vegánok, de mégsem azok. Ezek közül az első, azok a péksütemények, de ezek közül nem is azok az ilyen extra péksütemények, mint a kakaós, csiga, meg ilyesmik, hanem egy egyszerű kifli is legtöbbször tartalmaz tejet, pedig nem gondolnánk, mert hát a zsömle például, az ilyen vizes zsömle, az nem tartalmaz tejet, és azért is szerintem nem gondolnánk, hogy a kifli az pedig igen, pedig legtöbbször igen. De ezeket ilyenkor ki lehet kerülni, úgyhogy például a Lipóti pékségnek a honlapján fönt van minden allergén és minden összetevő, szóval ezeket meg lehet nézni előre, hogy mi mit tartalmaz, vagy például a Spárban is ki vannak írva mindig az allergének mindenhez. Következő ilyen a tészta szószok. Alapvetően valami ilyen paradicsomos, sima egyszerű szósz, az nyilván vegán, de például a pesto az, amit úgy tudom, hogy a Tesco-ban egyedül árulnak olyan pestót, ami nem tartalmaz sajtot, de mint ilyen hinnénk azt, hogy ez zöldség alapú, ugyebár a pesto szósz a legtöbb azt tartalmaz, és néha tartalmaznak, igen, sajtot. Emellett a chipsek is, ugye alapvetően krumplival készülnek, de mégis nagyon sokszor tartalmaznak tejsavóport. Ez szerintem általában inkább az ízesítés miatt van, szóval a sima sós chips talán... Igen, nagyon sok olyan sós van, ami vegán. Igen, az talán nem tartalmaz semmit, de szerintem ez is olyan, hogyha olyan dolgot vásárolunk, amit előtte nem vettünk, akkor azért megéri végigolvasni a hátulját, és egyébként a tej, tojás az mind olyan allergén, ami ki lesz szemelve vastaggal, szóval nem nehéz szerintem ezeket megtalálni. Igen. Sokszor, sőt szerintem szinte mindig a salátaöntetekben is van tej, ami akkor tud talán becsapós lenni egy étteremben, hogyha kér valaki egy sima salátát, akkor sokszor azért szerintem meg kell kérdezni, hogy milyen öntetet tesznek rá, mert hogy ezt így szerintem előfordult elég sokszor, hogy nem is írták rá az étlapra, hogy mondjuk egy tejszínes vagy valamilyen teljes öntetet fognak rátenni. És emellett a levesek és főzelékek is szerintem nagyon sokszor tejjel készülnek. A főzelékeknél még érthető is szerintem, mert a tejszín. Ami még becsapós lehet, az a majonéz. Abban ugye köztudott, hogy van mindig tojás. Az Aldiban például kapható, meg most már egy másik márkának is, nem tudom, mi a neve, az a Hells, nem tudom. Nem mindegy, szóval, hogy van most már többféle vegán majonéz is, ami ugyebár rá van írva, hogy tojásmentes. Viszont ugyanúgy, amikor egy étteremben azt mondják nekünk egy kajára, hogy jaj, ez vegán ebben, vagy bármilyen, nem tudom, cuccban, hogy ebben csak majonéz van, ez már többször előfordult velem. Akkor én mondtam, hogy nem, majonézben is van tojás, úgyhogy ezt nem szeretném, mert ugye ott arra gondolnak, hogy abban ugye tej nincsen. Ugyebár a rántásokban is nagyon sokszor tojás van, sőt szerintem szinte mindig, viszont nem tudom egyébként volt-e már ilyen, szerintem volt ilyen videó, hogy a tojás helyett, aha. A csicseri borsó, liszt és víz összekeverjük, és az a tojás részét helyettesíti a rántásokban. Emellett a tészták is ugye nagyon sokszor tojással készülnek, viszont a durum tészták azok, szerintem nagyjából durum, liszt és víz lehetnek. Igen, az annyi. De azokban nincsen tojás. És ugyanígy a pizzatészták is, az nagyon változó, vannak helyek, ahol nincsen benne se tojás, se tej, de van, ahol vannak, szóval ez is mondjuk nehéz lehet szerintem éttermekben, hogyha meg új helyen kérdezni. Járunk, meg kell kérdezni, igen. És egy utolsó dolog, hogy a laktózmentes az nem jelenti azt, hogy valami vegán, szóval amikor azt mondják egy kávézóban, hogy nincsen növényi tejünk, csak laktózmentes, vagy hogyha bármilyen ki van írva, vagy nem tudom, laktózmentes süti meg ilyenek, szóval az laktózmentes tejjel készül, úgyhogy az egyáltalán nem vegán opció.
Ennyi, azt hiszem, amit ezt egyítettünk. Szerintem hozzá lehet szokni ahhoz, hogy legtöbbször, ha veszünk valamit, akkor elolvassuk a hátulját, és olyan gyorsan már így rá tud állni szerintem a szemünk, hogy mit keresünk, hogy... Igen. Na hát akkor köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a videóban, és köszönöm Esztinek, hogy besegített nekem az elmeséléssel, és mindenképpen nézzétek meg az előző kettő videót, amiben még ez volt a téma, hogyha esetleg lemaradtatok róla, és hát akkor találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok! Sziasztok.